Nyári táborok, fesztiválok, street foodok és futballebére felállított sátra szurkolói zónák is szerepeltek a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzésén. A felügyelők vizsgálták az őstermelők szabályszerű működését és a görögdénye forgalmazását is. Figyelték továbbá a grillsajtokat, alkoholos italokat, növényvédőszereket, de macskáknak szánt külső élősködők elleni készítményeket is. A szemle Szabolcszat már Bereget is érintette. Elsősorban ugye az állatszállítás, ami előkerült, ez egy visszatérő dolog, itt a nyári hőség miatt nagyon fontos. Ebben a megyében több mint 21 ilyen jellegű ellenőrzés volt, és tökéletesen rendben találtunk mindent, illetve a már említett zöldséggyümölcs ellenőrzésnél is érintett volt a vármegye, de ott sem volt semmi gond. A táborok, illetve a vendéglátóhelyek ellenőrzésében is megvolt az érintettség. Táborok közül 6 napközis tábort ellenőriztek a kollégák Szabolcs-Szatmárban, és egy olyan eset volt, ami egy magánháznál történő táboroztatásnál, ott ellenőrizetlenek voltak azok a körülmények, amik az élelmiszer tárolást és a tálalást biztosították volna, illetve a strandbüfék, street foodok és a szurkolói zónák tekintetében volt. Itt voltak apróbb higiéniai hiányosságok, nem volt meg a dolgozók egészségügyi könyve, nem volt lehetőség fertőtlenítő mosogatásra néhány egységben, illetve voltak olyan alkoholos tételek, amiknél az azonosíthatóság nem volt biztosított. A vármegyében strandbüfé kategóriában 21 egységet vizsgáltak, ebből 8 esetben indult eljárás, a kiszabott bírság értéke 345 ezer forint volt. A szurkolói rendezvényeknél pedig 3 vendéglátónál 200 ezer forint értékben szabtak ki bírságot a Nébih felügyelői. Összességében országos szinten nézzük, akkor azért egy javuló tendenciát látunk. Egyre több alkalommal próbálnak odafigyelni, főleg a vendéglátó egységekben arra, hogy a higiéniás feltételek kedvezőek legyenek, nem minden esetben történik meg, de például nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy a büfék esetében mondjuk az allergénjelölés a sokkal teljes körülbelül és sokkal alaposabb volt, mint például a tavalyi év során. A 2 hónapos akció során az élelmiszerlánc felügyelők országszerte összesen 1200 egységet és csaknem 1500 terméktételt vizsgáltak. Az ellenőrzések nyomán 135 eljárás indult és 8 millió forint bírságot szabtak ki.